A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház. Rengeteg versenyen vettem már itt részt a Nemzeti Lovardában, vagy az évek folyamán. Hát talán még a Magyar Bajnokságot, mikor sikerült itt megnyernem, az egy szép emlék. Emlékezetes pillanatai szinte mindegyik hazai lovasnak vannak a Nemzeti Lovardáról, ami nem is csoda, mert ez az egyik legpatinásabb intézmény a honi lovasportokban. Ez egy 138 éves intézmény, és ilyen komplex felújítása talán nem is volt még. Mindig épült valami, mindig újítottak valamit, de az, hogy itt végül is mindent felújítunk most, szerintem ilyen nem volt a működés alatt. Tizenegy hónap alatt kell, hogy végül menjen a felújítás. A 11 hónap végén visszakapjuk elbe, és egy új ilyen versennyel szeretnénk majd megnyitni egy CSZO-val 2017-ben. Először is van egy komplett közműhálózatcsere, az épületek, az utak és minden egyébnek a felújítása, modernizálása. Igazából több ló nem lesz, tehát ennyi ló lesz, amennyi most van. Nagyságrendileg, ami talán nagy változás, hogy egy tudásközpont fog épülni. Reméljük, hogy a lovasszervezetekből minél több ide újra vissza fog költözni, ahogy ez régen is volt. És azon kívül ez a 4,5 hektár azért megmarad, és ugyanígy rendezvények szervezésére is alkalmas lesz. Átlagosan a hazai versenyek 20-25%-át rendezik a Nemzeti Lovardában. Egy nagy kérdés, a felújítás közel egy éve alatt hogyan lehet pótolni a Tatterzát, illetve mi lesz a 2017-es CSIO sorsa. Fedett pályán és szabad téren is vannak helyszínek, ahol megvannak azok a körülmények, hogy versenyeket lehessen rendezni, sőt kiemelt versenyeket. Egyedül a CSZO talán az a verseny, ami nem csak a Nemzeti Lovarda miatt, hanem Magyarország helyzete miatt a fővároshoz köthető, tehát annak mindenképpen Budapesten kell, hogy legyen. Remélem, hogy a Tatterzába lehet, de ha nem, akkor is Budapesten kell ezt tartani, mert körülbelül évekkel régebben próbálkoztunk más helyszínekkel, talán az nem volt annyira vonzó. Ez a CSZO, ez úgymond pótolhatatlan Budapesten, a többi versenyre mindenképpen találunk helyszíneket, és hát most nem akarok neveket felsorolni, de azok, akik már most is a Nemzeti Lovarda mellett betöltötték az országos versenynaptárba a szerepüket, azok a helyszíneknek most bizonyíthatnak. Az, hogy a város közepén, főleg egy ekkora város közepén egy lovarda működik, él és talán megnyeri a harcát az értékes ingatlan spekulánsokkal, akik nyilván szeretnék ezt az ingatlant és ezt a területet megszerezni, ezzel szemben ugye a szomszéd, az ügető ebbe a csatába elbukott. Ugye. Tehát én úgy gondolom, hogy erre szükség van, és újabb reméljük, hogy 100 évig fogja szolgálni a lovasportot. A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház.